Ebben a házban támadt rá a saját anyjára a 32 éves férfi még tavaly nyáron. A fiú a kocsmából ment haza, felébresztette az anyját, hogy adjon neki enni, majd egyik pillanatról a másikra brutálisan rárontott a 67 éves nőre. Megrugott, két rugást adott, eltört a bordám, a két bordám meg állítólag most, meg a lépem lett oda. Nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor a férfi megverte az anyját. Legtöbbször a pénzen vesztek össze. Az utcabeliek azt mondták, a támadó rendszeresen ivott. A gyerekeim is meglepődtek, hogy az Isten egy illemtudó fiatal ember, hogy most ezt az ital váltotta ki, az tudja, hogy benne volt. Nem sokkal a támadás után készítették a rendőrök ezeket a felvételeket. A férfit hamar elfogták. Az ügyében most született ítélet. A szexuális törvényszék bűnösnek mondta ki a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés büntetében, ezért 2 év végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte és a közügyek gyakorlásától 2 évre eltiltotta. Az ítélet jogerős, azt a vádlott és az ügyész is tudomásul vette.